Kedves vendégeink, kedves gyerekek, tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket, önöket ezen a mai napon, amit már annyira nagyon vártunk. Ugye amikor itt beállt a hideg az iskolánkban, és még a fűtés korszerűsítése csak nyomokban volt fellelhető, akkor nagyon-nagyon vártuk ezt a napot, hogy hivatalosan is átadják, illetve átvegyük ezt a fűtésrendszert. Külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm Kontrát Károly urat, országgyűlési képviselőnket. Lukács Sándor urat, KEOP projektvezetőjét. Illetve minden polgármestert, képviselőt, környező településnek a vezetőjét, iskola vezetőjét, akik megtiszteltek bennünket a mai napon, ezen a nevezetes mai napon, és kérem szeretettel fogadják gyermekeinknek a műsorát, egy nagyon rövid kis műsorral készültek ennek örömére. Kérem, fogadják szeretettel. Aranyosi Ervin összefogás. Segítő kéz másoknak a bajban, a legtöbb, amit nyújthatsz, ha baj van. Tenni azt, mit lelked szíved diktál, olyan, mintha zárt kapukat nyitnál. S ha egy nép összefogni képes, semmi nem ér fel az erejéhez. Szeretettől a hó is megolvad, szíved dobban, s már tudod, hogy hol vagy. Ez a hazád, s a lelkedben érzed, milyen erős tenni vágyó néped. Ünnepnap volt, hát mi ünnepeltünk, társainkért zord utakra keltünk. S ha egy nép összefogni képes, semmi nem ér fel az erejéhez. S köszönjük a sok-sok fáradtságot azoknak, kik hordozták a lángot, mert sok szívet fagyból melegített, megköszönöm annak, ki segített. Thank you.
Köszönöm a gyerekeknek ezt a rövid kis műsort, és felkérem Szabó Lajos urat, tankerületünk igazgatóját, mondja el köszöntő beszédét. Köszönöm szépen. Tisztelt államtitkár úr, polgármester asszonyok, polgármester urak, alpolgármester asszony és kedves gyerekek, kedves kollégák. Nagyon nagy örömmel állok itt most, itt mindenki előtt, főleg előttetek gyerekek, mert mi ritkában találkozunk, és lehet, hogy még van, aki nem is látott egy ilyen tankerületi igazgatót, hát most láthattok engem. A Balatonfüredi tankerületünk nem csak fenntartója, működtetője is az intézménynek, és nem kis gondot okozott nekünk tavasszal, illetve már télen az a hír, hogy a fűtési rendszer akadozik. Aztán érzékeltétek is ti is, gyerekek, mert néhány radiátor tönkrement, kellett cserélni, de aztán nem működött, aztán hideg lett, alig vártuk, hogy már tavasz legyen, és
a fűtés ne kelljen használni, és hát utána kezdődött a közös gondolkodás, hogy ezt a nagyon nagy problémát, ezt hogyan lehet megoldani. Hát meg kell mondjam, tavasszal találkoztunk a tulajdonos polgármesterekkel, Szent Antalfán volt egy egyeztetés más témába, és ott szóba került a fűtés, hogy mi lesz vele. Hát nem tudtunk még ötletet mondani rá, hogy ez hogy fog tudni megvalósulni, de azt gondolom, hogy legjobban jelképezi az a vers, amit az elején hallottunk az összefogásról, hogy egy ilyen feladat, ami nyilván más iskolába is előfordul, és sok problémát okoz, de a különböző feladatokat csak összefogással lehet megoldani, és egy nagyon jó példája az összefogásnak és a feladat megoldásának ez a beruházás is volt. Összefogás nélkül, segítők ezek nélkül ez nem valósult volna meg. Most pedig egy olyan komfortos környezetben vagyunk, ami össze nem hasonlítható azzal, ami ezekben az időszakokban télen volt. Én nagyon szépen köszönöm a türelmet a gyerekeknek, kollégáknak, akik ezt a egy hónapos beruházási időszakot két nap szünettel sikerült megoldani, és tulajdonképpen nem is a hideg volt az ellenfél, hanem a beruházás miatt a fúrás, a faragás, hogy ez ne okozzon gondot a tanításban. Én úgy gondolom, hogy ez sikerült a iskola vezetésének megoldani. Köszönjük. Köszönjük a türelmet a kollégáknak is, és örülünk, hogy most ilyen melegbe ülhetünk itt. Köszönöm szépen. Kérem Lukács Sándor urat, a KEOP projektvezetőjét, hogy mondja el beszédét. Én is tisztelettel köszöntöm az itt megjelenteket, akár abbéli minőségben ülnek itt, mint végfelhasználók, akik élvezik a meleget, akár abbéli minőségben, akik kitalálták, támogatták és véghez vitték ezt a projektet. Csatlakozva az előttem lévő műsorhoz, illetve szólóhoz, én is elmondom, segíteni mindig nagyon jó dolog, még akkor is, hogyha ez a segítség jelen pillanatban a mi munkánkat jelentette. Nekünk ez túl a segítségen kötelességünk volt. Picikét nehezített körülmények között dolgozni, mert hogy a ti iskolátok, az önök iskolája egy olyan projektbe került be, egy kicsikét késői szakaszban, ami már lényegesen korábban indult, mind előkészítés, mind kivitelezés tekintetében. Nagyon nagy örömet jelent számunkra az, hogy ennek a késői bekapcsolódásnak semmiféle negatív következménye és hatása nem volt a projektre. Külön szeretném valóban az itteni lakók, használók toleranciáját megköszönni, hogy elviselték azokat a nehézségeket, amik egy beruházással, az mittagadás együtt jár. És szeretném megköszönni a kollégáimnak, illetve a kivitelező cég képviselőinek azt a példaértékű, gyors és jó minőségű munkát, amit végeztek ezen a projekten. Valóban egy kicsikét úgy néz ki ez a dolog, mint amikor valakinek van egy öreg autója, abban egy rossz motor, és ezt a rossz motort ki kell cserélni, és akkor az öreg autó még mindig öreg autó lesz, de már nagyon remek módon fog tudni közlekedni. Itt a hasonlatnak az a része nem igaz, nyilván nem egy rossz épületről van szó, de egy viszonylag öreg épületről, amiben a fűtésrendszer az rossz volt. És ti gyerekek azt fogjátok most itt érezni, ha még eddig nem éreztétek, hogy egyszerűen jó lesz az érzés itt tanulni, ide járni. Nem lesz túl meleg, és nem lesz túl hideg. Ez annak köszönhető, hogy kapott az iskola, kaptatok áttételesen egy teljesen modern és teljesen kicserélt fűtésrendszert, amiben mind a kazán, a fűtésnek a lelke, mind az egész csőhálózat, mind a szabályozó szerepek vadonat újak és modernek. Ennek megfelelően, amikor azt tapasztaljátok, hogy az iskola déli napsütötte oldalán van órátok, ott sem kell majd ingújra vetkőzni, és amikor az iskola északi kevesebb napot kapó részében lesz órátok, ott pedig nem fogtok fázni.
Egy picit előrébb mutató, nem biztos, hogy most még benneteket ez érdekel, de egészen biztos, hogy érint, az az, hogy ennek a fűtésrendszernek jelen pillanatban a modernségen keresztül, vagy modernségének okán az energia felhasználása is lényegesen jobb lesz, magyarul olcsóbban fogja ugyanazt a meleget előállítani, illetőleg, ha láttátok, ha nem, akkor nézzétek meg, fölkerültek napkollektorok a tetőre, ami azt jelenti, hogy a napsütést, ami eddig csak úgy elment a térbe, jelen pillanatban az iskolátokban a meleg víz termelésének érdekében befogjuk, hasznosítjuk, és így ennek az energiának az előállításához nem használunk semmiféle olyan dolgot, ami a környezetet károsítja. Ezt majd 40 év múlva fogjátok megérteni, de reméljük, hogy akkor jó érzékkel fogjátok tapasztalni, hogy itt mi a szűk környezetetekben is tettünk valamit azért, hogy élhetőbb legyen a környezetetek. Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek a segítséget, és őszintén mondom, hogy örömünkre szolgált itt dolgozni, és egy jót létrehozni a munkánk keretein belül. Köszönöm szépen! Szólásra szólítom Sumoher József urat, Balatoncsicsó polgármesterét. Kedves gyerekek, tisztelt ünnepőre jelentek. Nagy tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt a tulajdonos önkormányzatok nevében ebben a szimbolikus épületben, ami a Nivelyvölgyi Települések, Óbudavár, Szentcsakafa, Szentantalfa, Tagyon, Balatoncsicsó több évtizedes együttműködését és együtt dolgozását jelképezi. 1993 telén céltámogatás segítségével vásárolta meg az érintett önkormányzatok többsége ezt a termelőszövetkezeti irodát, amihez hatható segítséget kaptunk néhai dr. Horváth Balázs belügyminiszter úrtól, aki noha másik körzetben volt képviselő, de az ő segítsége nélkül a céltámogatás lehívása, megigénylése esélyen sem lett volna rá. Az elmúlt 25 év egyik legnagyobb önkormányzati eredménye, hogy ez az öt kis település közel 20 évig mindenfajta hitel nélkül az állami szerepvállalásig ezt az intézményt elvitte. Én azt gondolom, hogy ezt már a 25 éves évforduló, ami ugye az önkormányzatok megalakulását idén 2015. szeptember 30-án jelentette, mindenképp jól jellemzi. Szabó Lajos igazgató úr már jelezte, hogy március 11-én más ügyekben Szentantalfán volt egy egyeztetés, amint tájékoztatott bennünket, hogy a fűtésrendszer állapota nem biztos, hogy lehetővé teszi, hogy 2015 őszén a megnyugtató fűtés a gyerekek és az itt dolgozók számára beindulhasson. Nagyon rövid időn belül végigvettük a lehetőségeinket. Az látszott, hogy a kis önkormányzatok saját erőből reménytelen, hogy ezt a beruházást végigvigyék. Nyitott pályázati ablak erre nem volt, ezért született az a döntés, hogy az érintett települések azokhoz a döntéshozókhoz fordulnak, akiktől esélyt lát arra, hogy valami megoldás szülessen az iskolai fűtéskorszerűtésben. Mi volt a levél lényege? A levél lényege az volt, hogy jogos igény. Jogos igénye az idejáró gyerekeknek, az emébe tisztességesen, rendkívül sokat dolgozó családapáknak, családanyáknak, akik nagyon nehezen viselték, hogy sok esetben megfázva, diderekbe értek haza a gyerkőceik. Nagyon rövid időn belül erre a levélre válasz is érkezett. Dr. Kontrát Károly államtitkár úr, térségünk országgyűlési képviselője biztosította egy tárgyilagos levélbe az öt önkormányzatot, hogy mindent megtesz, hogy a szaktárcák bevonásával megoldás és kivitelezés történjen meg még az idei évben. Aggódó hónapok, minden hónapban egyeztetések teltek az örömhírig, hogy szerencsénkre a Nemzetgazdasági Minisztériumban
A helyettes államtitkár úr Nemcsok Sándor Dénes segítségével megvan a megoldás. Ahogy projektvezető úr is említette, egy meglévő projektbe tudják beemelni az itteni fűtéskorszerűsítést, és még van remény rá, hogy az idén megvalósuljon. Onnantól kezdve ez az egész egy igazi sikertörténet. Tehát amit itt az előttem szólók is mondtak, az összefogás, a képviselőtestületek gyorsasága, a döntések meghozatalába, az operatív munkába való részvétele Szabó Lajos igazgató úrnak, a szinte heti, havi érdeklődése államtitkár úrnak, hogy hogy áll a projektnek. Projekt egyszerűen sikere volt ítélve ez a fűtéskorszerűsítés, amit múlt csütörtökön az érintett tulajdonos önkormányzatok vezetőnek be is mutattak, és én azt gondolom, hogy egy 21. századi rendkívül korszerű, minőségi technika lett beépítve. Én azt gondolom, hogy ez több évtizedre ennek az épületnek a gondját megoldja. Az már a jövő kérdése, hogy milyen módon, de én azt gondolom, ma az ünnep és az öröm pillanata van arra, hogy megköszönjük minden résztvevőnek, hogy ezt a kis térséget, ezt a mikrotérséget, ami alig 1000 állandó lakos szolgál, viszont sokan nem tudják, hogy a Balatonfüredi járás legfiatalabb térsége, ugyanis nem csak Szent Antalfán, hanem Balatoncsicson és Óbudaváron is a 18 év alatti gyerekek száma sokkal nagyobb százalékban jelenik meg, mint a térség többi településén. Ez számszerűsítve azt jelenti, hogy több mint 215-18 év alatti gyermek van a térségben, csak viszonyítsunk, a másik 1800-as populációba ez nem több, mint 180. Tehát ez mindenképp ismét a jogos igényt erősíti meg, hogy jogos igény azon települések részére, ahol áldoztak egy falu megújítási programmal, hogy fiatal családok tudjanak letelepedni a térségbe. Fő eleme, hogy dicsekszünk a jó közbiztonsággal, amit aláírunk. Tehát én azt gondolom, hogy jó idejárni, dolgozni is, és jó idejárni, tanulni is. Mivel rendkívül sokan vettek részt, hogy a projekt sikeres legyen, én 4 nevet szeretnék kiemelni. Cunyiné dr. Bertalan Judit oktatásért felelős államtitkárasszonyét, aki Réfülöpen ígérte meg nekem, hogy mindent megtesz, hogy megvalósuljon ez a fűtés. Szeretném megköszönni mindenképp dr. Szabó Lajos tankeleti igazgató úrnak az operatív közreműködését, a KLIK érintett projektvezetőinek a közreműködését, és természetesen dr. Kondrát Károly államtitkár úrét, akinek a 6-6-os közbenjárása nélkül ma valószínűsíthetően nem ünnepelhetnénk itt ezt a gyönyörű projektnek az átadását, amúgy talán nem fáznátok annyira, mert kint is 22 fokban, ugye? Jogos igény, nagyon sok kis településen ez megjelenik. Én nagyon remélem, hogy erősödik úgy az ország, hogy hamarosan nagyon sok kis településen a jogos igényt meg tudják valósítani az ott élők megelégedésére. Én köszönöm még egyszer mindenkinek a jó indulatát, Isten áldjon mindannyiunkat, köszönöm, hogy meghallgattak. Dr. Kondrát Károly urat szólítom a beruházás ünnepélyes átadására. Szervusztok gyerekek, még egyszer köszöntelek benneteket, kedves Nivegyvölgyiek, polgármester, asszonyok és urak, tisztelt tantestület. Én örömmel jöttem ide Csicsóra mai napon hozzátok, mert én is egy ilyen kis aranyos általános iskolába tanultam Nyárádon, azaz én szülőfalum, és a régi kellemes emlékeket föl tudtam idézni, amikor ide készültem, és itt veletek találkoztam, és ne haragudjatok, hogy megvicceltelek benneteket a szünettel kapcsolatban, én is a szünetet vártam mindig, és amikor írtuk a felkiáltóját, ugye ó, ió, cio, és ugye a vakáció, mikor az utolsó napra kijött, az egy nagyon kellemes pillanata volt a mi tanulmányi időszakunknak. Amit még emellett szeretnék elmondani, és tényleg boldog vagyok, itt lehetek, és boldog vagyok, hogy ez az összefogás, ugye Schumacher polgármesterről is elmondta, sikeres volt. Engem ugye nyár elején, vagy talán május végén hívott fel a polgármester úr, hogy baj van, segítsek, mert ugye ennek az iskolának a fűtése rossz, elromlott, és csináltassuk meg, mert ugye az új tanévben
ősszel, illetve télen nem lesz hűtés. Én is tényleg minden követ megmozgattam, hogy ez megvalósuljon. Nem akarom hosszúra nyújtani, sikerült. Ez egy összefogás, ez egy bravúros összefogás eredménye volt, hogy itt lehetünk. És azt, én megnéztem egyébként a fűtési rendszert most. Ezek Fiszman kazánok, ezek a világszínvonalat jelentik ma a fűtés technológiába. Ez a berendezés, a radiátorok, kazánok és a hozzákapcsolódó egyéb berendezések. Úgyhogy gratulálok, szolgálja ez a ti egészségeteket, tanuljatok jól, legyetek okosak, hallgassatok a tanáraitokra, tanárnőitekre, gyönyörű környezetben vagytok, nézzetek, ti már nem is veszitek észre, mert itt vagytok minden nap, de én most, amikor kinéztem itt a hegyoldalban, a gyönyörű templom, ez csoda, szóval örömít élni, örömít tanulni, mondom, én magam is egy hasonló kis településen nőttem föl, ott oda jártam iskolába, úgyhogy reméljük, hogy a téli szünet az hamarosan eljön, nem lesz nagy tél, és ki tudjátok élvezni a szünet minden pillanatát. Még egy jó hírről szeretnék beszámolni, itt szeretném tájékoztatni a közösséget. Most Füreden, én ugye korán indultam Budapestről, Füreden 9 órakor volt egy sajtótájékoztató, ahol is a miniszterelnökség képviselőivel, a megyei fejlesztési biztosokkal, Bóka polgármester úrral, országgyűlési képviselőkkel együtt bejelentettük, hogy a kormány elfogadta a Balaton kiemelt üdülő övezet 2014-20-as fejlesztési céljait és hozzárendelt forrásokat és a balatoni területfejlesztési tervet és koncepciót. Ennek az a lényege, hogy 2014 és 20-as ciklusra 300 milliárd forintot biztosít a kormány, részben uniós, részben nemzeti forrásból, zömivel egyébként uniós forrásból a Balaton kiemelt üdülő övezet fejlesztésére. Így a nivegyvölgyiek is részt vehetnek ebben a programra, biztatom a nivegyvölgyi településeket is. Nagyon fontos határidő, hogy 2017. június 30-áig le kell köpni ezeket a forrásokat. És még egy jó hírt mondok, hogy itt vannak a Szent Antalfaliak is, polgármester úr, akinek a kislánya születését ezúton is gratulálok. Remélem, hogy többen vagyunk így, akik fölköszöntik majd, hogy Szennyvíz, tehát a 2000 lélekszám alatti települések Szennyvíz csatorna képítésére is van ebbe forrás. Ezt én javasoltam egyébként, hogy legyen, mert hiszen nem csak ők vannak így, de más településeken is, még akik kimaradtak ebből is, ez a fejlődés gátja. Summa-summára, sok beszédnek, sok azajra szokták mondani. Én gratulálok ezzel a sikeres, bravúros összefogáshoz. Használjátok egészséggel, szolgálja a ti boldogulásokat, tanulásokat, és azt kívánom a tantestületnek is, hogy sok okos diákot neveljenek a nivegyvölgy és a magyar hazajavára. Isten éltesse önöket, köszönöm szépen! Ünnepségünk zárásaként kérem, hogy tekintsék meg a harmadik osztályosok rövid kis jelenetét. Los, mert du bist zu alt. Für diese trage ich nicht. Ich gehe nach Bremen, ich werde Stadtmusikant. Ich bin alt, ich kann nicht mehr arbeiten. Komm mit, wir gehen nach Bremen, wir werden Stadtmusikanten. Warum weißt du? Ich bin alt, ich kann nicht mehr arbeiten. Komm mit, wir gehen nach Bremen, wir werden Stadtmusikanten. Warum weißt du? Ach, ich arbeite doch, nun soll ich in den Südpark kommen. Komm mit, wir gehen nach Bremen, wir werden Stadtmusikanten. Rode, was machen wir jetzt? Ich habe eine Idee. Es ist spät. Gehen wir schlafen. Es ist so kalt. Gehen wir nach Hause.
Es ist still, es ist dunkel, ich gehe ran. Ki kell ki? Oh mein Gott, im Haus wohnen Gespenster! Hier ist es, es ist auf mir nach. Hier ist es schön, hier ist es warm, wir bleiben hier.